cég története röviden, 1914-ben alapította nagyapám Hódmezővásárhelyen a kertészetet. Én szintén eléggé sokfelé gyűjtöttem tapasztalatot, mert Magyarországon a diplomámat miután átvettem. Először itthon kutatóintézetben dolgoztam meg botanikus kertben, majd egy elég nagy ugrással úgy mondjam, hogy diszidáltam, szakmai tanulmányútra mentem, és 1972-76-ig Nyugat-Németországban, akkor még ugye így mondtuk, meg a Dél-Afrikai Köztársaságban dolgoztam, kertészetekben, botanikus kertekben. Aztán ugye én hazajöttem 76-ban, és akkor döntöttem amellett, hogy folytatom a családi tradíciót, és önállósítottam magam. Először is két szintén 100 éves hagyománnyal rendelkező kertészetbe vásároltam be magamat. A jelenlegi termesztésünk, ami itt most pillanatnyilag az üvegházban látható, az muskát és balkon növények szaporító anyagának előállítása. Eléggé ismertek vagyunk, mert ezt a tevékenységet már körülbelül 40 év óta csináljuk. A következő szakasz, hogy ugyanezekből a növényekből tavaszra készárút állítunk elő, virágzó cserepes, több százezer, inkább így mondhatom, virágzó muskátlit, balkon növényt állítunk elő. Mi is támogatjuk a dísznövénytanszéket néhány száz balkonnövény dugvánnyal, amin keresztül a hallgatóknak be tudják a legújabb újdonságokat mutatni. Úgyis, mint a szegedi, virágos Szegedért mozgalom támogatását, tehát ahol módonban állt és ahol kérték, mindig segítettünk.